Elnök úr, tisztelt kollégák, kedves barátok! Teljes tudatában vagyok annak, hogy mekkora megtiszteltetés most ebből az alkalomból önök előtt állni, és szeretném előadásomat három nagy tudósnak ajánlani. Szilágyi János Györgynek, Ludasi Máriának és Komoróci Gézának. Ezt a három nagy kutatót, akik teljesen különböző disziplinákban dolgoznak, kutatnak, az fűzi egybe, hogy nem tagjai, vagy nem voltak tagjai a Magyar Tudományos Akadémiának. Ki szeretnék indulni néhány egyszerű mondatból, teljesen banális mondatokból, ilyenekből. Kimegyünk a természetbe. Sejhaj, Rozi, vasárnap kirándulunk. Mit jelent is ez? Feltűnik mind a kettőben egy igekötő a ki. De nincs ebben önellentmondás, hogy a természettől ki tudunk-e lépni a természetből, hogy elmenjünk valahová, ahol a természettel találkozunk, hiszen minden pillanatban a természet részei vagyunk, magunk is természet vagyunk, és ha felnézünk az égre, a természettel találkozunk, bárhol legyünk is a szabad ég alatt. Mégis ennek értelme és jelentése van, amit mindenki intuitíven ismer, nevezetesen azt, hogy amikor kimegyünk a természetbe, amikor kirándulunk, akkor valami más van, mint a mindennapi életben való tevés-vevés, a mindennapi aktivitás, valami, amit ugye a dalban a vasárnap is kifejez, ünnep, és ez a bizonyos ki-igekötő, ez nagyon-nagyon sok nyelvben szerepel, méghozzá talán szebben is, mint a magyarban, hiszen a latin excursio, a kifutás, az lényegében minden neolatin nyelvben, a romántól a portugálig megtalálható, és még vendégként az oroszban is, vagy a német kirepülés, az Ausflug, és akkor elgondolkodhatunk, bár ezzel nem akarok sokat vesződni, hogy vajon kifejez-e valamit a magyar néplélekből, hogy mi csak rándulunk ki, de ennek is meg lehet a magyarázata, hiszen a rándulás az valami kimozdulás, kimozdítás, és itt is megtaláljuk azt, amit keresünk. És mi a célja ennek a kimozdulásnak, mi a célja ennek a kirepülésnek, ennek a kifutásnak? Sok pragmatikus célja is lehet, egészségőrzés és így tovább. De van egy általános célja, amit mindenki, ha gondolom, felteszi magának vagy másnak a kérdést, először válaszol így, a táj, a táj szemlélete. Azért kirándulunk, hogy tájakat lássunk, és ma már ügyes jelek és utak vezetnek azokra a helyekre, ahol a legszebb a táj. De ennek is története van, ez nem volt mindig így, és noha kimenni valahonnan nagyon is régi dolog, hiszen a Phaedrosból tudjuk, hogy Szókratész is a tanítványaival és barátaival az Ilisszosz partjára ment, tehát kiment a városból, hogy hallgassa a kabócák zöngését és egy platán susogását, és ott beszéljen a filozófia dolgairól, de mégis ugyanebben a dialógusban olvasható, hogy tanulni vágyó ember vagyok, mondja Szókratész, s a tájak és a fák semmire sem tudnak tanítani, csak az emberek ott a városban. És valóban, ha azokat a nyomokat kutatjuk, amelyek a táj megfogalmazását nyomozzák, akkor
azt látjuk, hogy az antik váza, a görög vázafestészetben elegendő egy csenevész ág, hogy jelezze azt, hogy nem belső térben vagyunk, hanem kint, a természetben. És Pausanias nagy útleírásában sem találunk külön tájleírásokat. A tájaknak mindig csak akkor van jelentősége, ha ott istenek lakoznak, vagy hasonló, és ugyanígy természetesen Homéroszról is el lehet ugyanezt mondani. Ebből következik az, hogy az antikvitás világában és a középkor világában is a tájnak nem volt önálló jelentősége, nem volt elkülönült táj. Ez történelmileg kialakult, és ennek a magyarázatát kell most megtalálnunk, miért volt ez így, hogy meg lehet találni az első nyomokat, ahol önállóan a táj élvezetéről van szó. Méghozzá érdekes, hogy éppen egy platonizáló modern filozófusban, Shaftesbury-nél, akinek a Platont idéző és Platont utánzó dialógusaiban rendkívüli jelentősége van azoknak az extatikus monológoknak, amelyek a táj szépségéről, a táj jelentőségéről és a táj súlyáról beszélnek. De még tovább kell mennünk, még egy évszázadot kell várnunk arra, hogy felmerüljön az a kérdés, amit most néhány idézettel fogok bemutatni, hogy mit is értünk tulajdonképpen táj alatt, mi a táj igazi jellegzetessége és jelentősége. Az első idézetem 1801-ből való, August Wilhelm Schlegeltől származik, de hozzá kell tennem, hogy itt közös álláspontot képvisel Schellinggel, amit onnan tudunk, hogy Schelling, amikor 1808-ban művészetfilozófiai előadásokat tartott, amelyet nem akart publikálni, akkor ebben a kéziratban szó szerint átvette a következő Schlegel idézetet. A gondolkodó és cselekvő ember számára az az összeolvadó látszat, amely a tulajdonképpeni táj, meghatározott tárgyak elkülönítésébe megy át, puszta előtérré válik, amelyben az alakok cselekedni tudnak. A kilátásban a földművelő, az ásványtudós, a földmérő, a tábornok mást és mást lát. Csak a múzsai hangulatú ember számára van jelen. Azaz maga a táj önmagában csak a múzsai hangulatú ember számára van jelen, mindenki más valamiképpen felhasználja. Több mint 100 évvel később, 1913-ban Georg Simmel a maga egészen zseniális kurta esszéi egyikében, amely a tájról szól, a következő meghatározást adja. Táj, állítjuk, akkor jön létre, amikor a természeti jelenségeknek a földfelszínen kiterjedt egymás mellettiségét sajátos egységgé fogjuk össze, amely eltér attól, ahogyan az okságilag gondolkodó tudós, a vallásosan érző természetimádó, a teleológia irányultságú szántóvető vagy stratéga ugyanazt a látóteret átfogja. Megint ugyanazzal a gondolattal találkozunk, hogy az aktivitásnak, valami az aktivitással szembeni magatartás, a táj élvezete, befogadása. És itt van mindjárt, nem bizonyára Simmeltől nem függetlenül, a Lét és időben, 1927-ben a Heidegger mondata, az erdő erdészet, a hegy kőbánya, a folyó vízi erő, a szél a vitorlákban szél. Az ilyen természetfelfedés számára azonban rejtve marad az a természet is, amely él és mozog, rajtunk üt, mint táj rabulejt. A botanikus növényei nem árokparti virágok, egy folyó földrajzilag rögzített eredete, nem a földből előtörő forrás. És tegyük hozzá egy magyar idézetet is, jól ismertet Radnóti Miklóstól, ki gépen száll fölébe, annak térképe táj.
világosan megkülönböztetődik mindezekben az most általam felolvasott idézetekben, hogy a tájhoz két különböző viszony van, egy aktív viszony és egy kontemplatív viszony, és amelyben a táj igazi jelentősége, amelyben a táj tanítani tud nekünk valamit, ellentétben Szokratész gondolatával, az a kontemplációban, a szemlélődésben, a szemléletben mutatkozik meg. És ezzel aktualizálódik valami, amelynek nagyon nagy jelentősége volt az antikvitás és a középkor filozófiai gondolkodásában, a vita aktívának és a vita kontemplatívának a megkülönböztetése. Ugyanakkor mindezen esetekben, akár az antikvitást nézzük, akár a középkort, a hierarchikus létrendben a szemlélődő életnek, a kontemplatív életnek összehasonlíthatatlan nagyobb jelentősége van. Eudémoszi etikából, Arisztotelész művéből tudjuk, hogy Anaxagorasz, amikor feltették neki a kérdést, hogy miért érdemes inkább megszületni, mint meg sem születni, azt mondta, így válaszolt, azért, hogy szemlélhesse az égboltot és az egész világ mindenségnek a rendjét. És a Bibliából is tudjuk, hogy amikor Márta, aki serénykedett a mester körül és a konyhában szorgoskodott, és panaszt emelt Jézus Krisztusnál, hogy Mária a testvére nem vesz részt ezekben az aktivitásokban, és ül a mester lábai előtt, akkor a mester azt mondta, hogy hagyd el, a jobbik részt választotta. Ez azonban világosan megfordult az újkorban, a vita aktívának rendkívüli jelentősége támadt, és ezért tulajdonképpen elfelejtődött, vagy kiment, kilépett a filozófiai gondolkodás középpontjából ez a megkülönböztetés, és most íme a táj kicsi filozófiai problémájával visszalép, és azt látjuk, hogy a tájat csak azt tudja élvezni, csak azt tud a tájban tartalmat látni, tartalmat meríteni, és nem csak környezetet, nem csak egy kellemes környezetet, amely a beszélgetéseknek a hátterét képezi, csak azt tud megrendülni a tájban, csak annak tud jelentősége lenni, csak azok számára tud jelentősége lenni a tájnak, aki szemlélődik, aki a szemléletben merül el. És ez az, amit egy újabb filozófus az 50-es években Münsteri rektori beszédében Joachim Ritter, egy azóta rendkívül híres és alapvetővé váló tanulmányában a tájról a középpontba állított, mondván, hogy a táj őrzi a teóriának azt a filozófiával azonosított és ugyanakkor a látáshoz kapcsolódó arisztotelészi fogalmát, amelynek tárgya az egész természet, idézet, amely minden természettől létezőnek alapjául szolgál, és valamennyiben jelen van. A természet szemlélése, teóriája, tehát filozófiailag azt jelenti, hogy benne a szellem a mindent átfogó egészhez és istenihez fordul. A természet, mint táj, a teoretikus szellem gyümölcse és alkotása. De történetileg kialakult gyümölcse és alkotása, hogy ez mikor és hogy következett be, ez vitatható. Van egy nagyon kedves és általánosan sokak számára elfogadott nézet, amely Petrarca 1335-ös hegymászását, amikor megmászta minden cél nélkül a Mont Ventoux-t, a Monte Ventoso-t, a szeles hegyet, ehhez köti ezt a dolgot, de mások, Petrarca szakértők ezt élesen vitatják, mondván, hogy ez tulajdonképpen, ha modern, akkor nem abban az értelemben modern, hogy felfedezi a tájat, hanem inkább abban az értelemben modern, hogy Augustinushoz visszatérve felfedezi
a bensőséget, az individualitásnak a bensőségét. Ebben a vitában én nem akarok belemenni, akár így van, akár nem így van. Joachim Ritternek igaza van abban, hogy a táj a teoretikus szellem gyümölcse, méghozzá akkor, amikor ez a teoretikus szellem, ez a mindent átfogó egész már nem tudja átfogni a mindent. Átfogni az egészet. Éppen akkor jelenik meg a táj, amikor ez lehetetlenné válik. Ebből most két következtetést kell levonnunk. Az egyik az, amit talán feltűnt valakinek, hogy Simmel meghatározásában van egy kakukkfiók. Akkor ezt Ritter is észleli, noha talán nem vonja le belőle a igazi következtetést, ugyanis megint mondom, táj akkor jön létre, amikor a természeti jelenségeknek a földfelszínen kiterjedt egymás mellettiségét sajátos egységé fogjuk össze, amely eltér attól, ahogyan az okságilag gondolkodó tudó stimmel, a vallásosan érző természetimádó nem stimmel, a teleológia irányultságú szántóvető vagy stratéga ugyanazt a látóteret elfogja. A vallásosan érző természetimádó itt kakukkfióka nem illik bele ebbe a képbe, mert a vallásosan érző természetimádó ellentétben az okságilag gondolkodó tudóssal és a teleológiailag gondolkodó szántóvetővel vagy stratégával vagy erdésszel vagy bárkivel, akinek a természettel van dolga, nem aktív, hanem ugyanúgy kontemplatív, mint amit itt keresünk. Az azonban, hogy miért kései terméke, kései szülöttje a teoretikus gondolkodásnak a táj elkülönülő fogalma, arra Ritter egy igen helyes választ ad, mondván, hogy a teória, mint a mindent átfogó egész tudománya nem igényli az elkülönülő táj szemléletét. A ház fölötti ég, idézet, és a házat hordozó föld tudatosítása és kimondása megtörténik már azokban a fogalmakban, amelyekkel a teória az egészet megragadja. A teória így megragadó hatalmánál fogva magába zár minden érzékét. Ez egy nagyon mély és nagyon fontos magyarázata annak, hogy miért nem találkozunk elkülönülő tájfestészettel, miért nem találkozunk elkülönülő tájköltészettel, tájfilozófiával, tájleírásokkal egészen a közelebbről meghatározandó, mondjuk a 16. század elejéig, amikor egy befolyásos és nagyon meggyőző vélemény szerint Albrecht Altdorfer először alkott önmagában különálló tájfestményeket. Eddig messze menően elfogadtam Ritter megvilágító gondolatait, most azonban polémiára kényszerülök vele, mert amikor a magyarázatot keresi, akkor azt találja, hogy tulajdonképpen a természettudomány megjelenése az, amely létrehozta a tájnak az elkülönülő szemléletét, és mint egy kompenzatórikus módon, mihelyt már a természetet nem lehet abban az egységben, abban a teoretikus egységben felfogni, mint ezt megtette az antikvitás, és megtette még a középkori teória is, akkor, mint egy kompenzációképpen esztétikai értelemben jelenik meg ez a táj, mint egész. Idézem. A táj a ptolemaioszi világként az ember létezéséhez tartozó egész természet. Esztétikai kimondásra és ábrázolásra van szükség, ha a kopernikuszi természet már nem foglalja magába ezt az egészet. Amikor az emberi létezéshez tartó eget és földet nem lehet többé tudatosítani és kimondani a tudományban úgy, ahogyan a régi világ talaján a filozófiai fogalomban lehetett, akkor az irodalomra és a képzőművészetre hárul, hogy esztétikailag tájként közvetítse. Tehát egy kompenzációs elmélet jelenik itt meg, amelyben a kultúra két nagy oszlopa, a tudomány és az esztétika, a tudomány és a művészet, egymást kompenzálja, egymást kiegészíti, amit az egyik elveszít, azt megnyeri a másikban. Ez szép elmélet, azonban vannak problémák vele, nevezetesen az,
hogy ez a születő természettudomány, a kopernikuszi természettudomány egészen Kantig azt ígérte, és azzal az igénnyel élt, akár Galileinél, akár Newtonnál, hogy megmarad az egységes teória keretében, hogy vissza lehet állítani azt az egységet, amely... Ez volt az ígérete a korai természettudománynak, hogy vissza lehet állítani azt az egységet, amelyet vélhetőleg megbontott. A következtetést csak a 18. század végén és a 19. század elején Kant és a romantika vonta le, hogy ez a egység megbonthatatlan, és ennyiben nagyon koraira teszi Ritter ezt az esztétikai kompenzációnak a kezdetét. Másrészt az is kétséges, hogy itt mindenkinek a saját intuíciójára kell hivatkoznom, vagy azokra a nagy művekre, amelyek tájfestmények formájában, vagy tájköltészet formájában előttünk, és emlékezetünkben vannak, előttünk állnak, hogy itt valami nem pusztán esztétikairól van szó, vagy mélyebb metafizikai élményről van szó, amikor a tájról beszélünk, tehát nem állítom azt, hogy Ritter kompenzációs elmélete ne volna igaz, de nem a végső igazság, hanem annak csak egy része. És ehhez most, mielőtt néhány történelmi példát bemutatnék, ehhez már csak egy meggondolást kell figyelembe vennünk, nevezetesen, hogy a természet mit is jelent az emberi aktivitás szempontjából. Az egyik, két jelentése van, két egymás melletti jelentése van. Az egyik az, amikor a természet, mivel felismerte a természettudomány, és felismerte az újkor, hogy a természetnek nincs célja, ezért engedelmes anyagként jelenik meg az ember kezében, amelyet formálhat, és amelyet felhasználhat pragmatikus céljaira. Ez volna a természet egyik magyarázata és értelme. Tehát a természet, mint rugalmas anyag, mint megformálható anyag. A másik azonban, hogy a természet mindig ott van, mint ami végső határa emberi törekvéseinknek, amely ellenáll ezeknek, amelynek végső értelmét nem tudjuk, és soha nem is fogjuk tudni megérteni. Tehát a természet, mint ellenállás. És az az állításom, hogy ennek az ellenállásnak, a természetnek, mint ellenállásnak a képe a táj. Három képet szeretnék egymás után megmutatni. Ez az első, amely 1667-ben keletkezett, és amelynek már a címénél is bajba vagyunk. És itt szeretném mellékesen megemlíteni, hogy ez arra is példa, hogy a művészettörténet kompetenciája, amelynek én ezt a teremben jelenlévő művészettörténet barátaim, akikkel számtalanszor ostromoltam információkért és felvilágosításokért, igazolhatják, mérhetetlen nagy tisztelője vagyok, a művészettörténet kompetenciája másra irányul, mint a filozófia kompetenciája, amikor egy műalkotással foglalkozik, tehát mondjuk itt mintám lehetne a Foucault-Lasmaninas elemzése, amely nem művészettörténeti elemzés, és miközben gondolom, nincs olyan művészettörténész, aki ne tartaná nagy és jelentős eredménynek, ha ennek a képnek az ikonográfiai tartalmát megfejthetné, én annak örülök, hogy ez megfejthetetlen, vagy legalábbis mindez idáig nem fejtődött meg. Ez a kép a 19. században nagyon ismert volt, egy londoni magángyűjteményben, az Egerton Familia magángyűjteményében volt látható, és teljes konszenzus uralkodott a tekintetben, hogy ez Démosztenészt ábrázolja, aki az antik legenda szerint kiment a tengerhez, és ott a tenger zúgásával versenyre kelve gyakorolta a szónoklat tudományát. Ez azonban eltűnt, mint ahogy maga a kép is eltűnt, mert egy Skócia és Anglia határán lévő
kastélyba került, amely sok angol főúri kastéllyal ellentétben nem látogatható, Merton House-ba, és a 20. században, ez a 19. században nagyon ismert Claude Lorrain kép elfelejtődött, vagy kevéssé ismertével, de ugyanakkor persze a kutatás állandóan foglalkozott vele, és különböző javaslatokkal álltak elő, így például egy befolyásos javaslat az volt, hogy ez Ezékielt ábrázolná, aki Tűrasz romjait siratja. Egy másik befolyásos nézet szerint Jónás volna, mert egy rajzon, amely megelőzte ezt a képet, még egy cettet is lehet látni, de a cett ezen a képen eltűnt, tehát valószínűleg nem Jónás. Továbbá Szent Péter is felmerült, és tulajdonképpen még ezek minden művészettörténeti érveket sorakoztattak fel, bár nem meggyőzőeket. Ezek mellett volt egy játékos javaslat is, hogy tulajdonképpen ez Krűzészt, Apollón papját ábrázolja, ami ugye az Iliász első énekében hiába perel az ahályokkal, hogy adják vissza a lányát, el kell mennie anélkül, hogy visszakapná. És ez a magyarázat annyiban számomra nagyon szép és rokonszenves, hogy tulajdonképpen az a sor, amit itt az Iliászban olvashatunk, az tényleg leírja a képnek talán inkább a hangulatát, mint a tartalmát, ami úgy szól, hogy hallgatagon haladott zsivajos tenger vize mellett. De nem tudjuk, és ennek én nagyon örülök, és meg is felel annak a művészettörténeti helyzetnek is, hogy a tájnak a történettel szemben itt elsődlegessége van. Claude Lorrain volt az első nagy tájképfestő, ami alatt azt értjük, hogy kis tájképfestők, tehát olyanok, akiknek ez a metiébe tartozott, már előtte is voltak, Hollandiában, Németalföldön is, és Rómában is. Az, aki a grand art, a nagyművészet szintjén és színvonalán csak tájakkal és semmi mással nem foglalkozott, ez Claude Lorrain volt, és mindig lehet látni, hogy a gyakran meglévő, sőt mindenképpen meglévő narratíva, az nagyon erősen háttérbe szorul a tájábrázolás mellett. És még arról se lehet szó, ami... De van egy nagyon szép párhuzamos példa, a másik nagy idegen festő, aki Rómában egy időben élt, Claude Lorrainnel, Poussin. Van ugyanis mind a kettőjüknek egy képe, amelynek a tárgyát tudjuk, és hasonló a tárgya, ez az Alcisz és Galatea története, ahol Polifémosz észreveszi a szerelmes párt és hihetetlen féltékenységében rettenetes dolgokat készül csinálni. Most ez Claude Lorrain ábrázolásában olyannyira nem rettenetes és félelmetes az a polifémoszi fenyegetettség, hogy közismert, hogy Dosztojevszki három művében is nagyon hasonló módon, az Ördögökben, a Kamaszban és egy külön novellában azt a képet, az Alcisz és Galateát, a Dresdában lévő Alcisz és Galatea képet, mint az aranykornak a megtestesülését mutatta be. Ezzel szemben Poussinnél a természet kifejezi az emberi szenvedélyeket, vagy még inkább azok elfolytását. A 1649-es Szentpétervári Polifémoszban az óriás egy hegytetőn fújja szerelmi nótáját, a napsütötte völgy termékeny és idilli, de a sziklák fenyegető formája és a sűrűsödő fellegek már jelzik, hogy mi várható. Nos, ez a fenyegetettség, amely a lélekből kiáradó fenyegetettség, ez Claude-nál soha nincsen, a Claude-nál a természet mindig szép és mindig közömbös, keretet ad az emberi cselekedeteknek, de nem lép azzal kölcsönviszonyba, és hogy csak a legkézenfekvőbbet említsem, soha nincsen vihar, a táj mindig üs, Claude-nál nincs tél, nincsenek kopár fák, csak a napszak, a pirkadat, a delelő, az alkonyat váltakozik, a nap fölkeltetőpontjára hág és lemegy. Ha
meg akarjuk határozni, hogy milyen keretben, vagy milyen tradícióban működik a táj Claude Lorrainnél, akkor a pásztori költészetet, a pasztorált kell mozgásba hoznunk. Mert tulajdonképpen ez a hatalmas műfaj, amely végigkísérte az egész európai költészetet Theokritosztól kezdve, a tájképzet és a tájfogalom előtörténetének ez egyik legfontosabb dokumentum, ahol a pásztorkodás viszonyfogalomként a mezőgazdasággal vagy a városi munkálkodással összehasonlítva tűnt természeti létmódnak, amelyet a korai bukolikus korpusztól kezdve állandóan idealizáltak. Nyilvánvaló, a pásztori költészet is kiment a természetbe, a bukolikus világ terébe, bukolosz ugye az marhapásztor csordást jelent, és ott kereste fel képzelt hőseit, akiknek pásztori tevékenysége olykor csak egészen jelzésszerű, és fő elfoglaltságuk erotikus, poétikus és muzikális. Ennek a boldog természetnek, ennek a pásztori természetnek a nagy festője, nagy kései festője, vagy tulajdonképpen első, nem első, hiszen Giorgione Vihara is már egy pásztorálnak nézhető, de az, aki egész életművét erre a pásztorálra építette fel, ez Claude Lorrain volt, egy boldog és szép természetnek, a szépséges természetnek, amely ugyanakkor tökéletesen idegen az emberi tevésvevéstől. Maga a kép, ami hát rossz másolat, mert a tulajdonos minden könyörgésre és minden levélre, amit írtak neki sokan én is, megmutatta a képet, de azt, hogy szakemberek lefényképezhessék, ahhoz nem járult, de ez csak egy régi, és nem is egészen színhelyes kép van az interneten erről a képről, de minden esetre jobb oldalon van egy pásztori jelenet, egy ilyen csordának a legeltetése, és a másik oldalon van egy nagyon érdekes ötlet, ami eredeti ötlete. Jó, ide kéne beszélnem, amely eredeti ötlete Claude Lorrainnek. Nevezetesen, ha közelebbről nézzük, akkor azt látjuk, hogy ott a hajót éppen előkészítik, hogy kihajózzon, hihetetlen sürgés és forgás van az árbócokon, és előtte van a rom. És ez a rom, és hogy a romnak a lyukai között, hasadékai között jelenik meg ez az emberi aktivitás és emberi tevékenység, ez is tulajdonképpen egy nagyon is kontemplatív gondolatot tartalmaz, nevezetesen az, hogy az a tevésvevő sürgésforgás, amely ott hátul történik, annak a jövője, a sorsa nem lehet más, mint amit előlátunk, és amit előlátunk, az valaha szintén tevésvevésből, sürgésforgásból állt elő. És középen ott van az öreg ember, aki bárki is legyen, ugye egy tekercset tart a kezébe, ebből tudjuk, hogy proféta vagy bölcs, vagy tudós, és megy a tenger mellett magába, tulajdonképpen nem véve fel senkivel a kapcsolatot, sem a természetben nem merül el, sem pedig az emberekkel nem veszi fel a kapcsolatot. A kép lényege nem a bizonyosan egykor meglévő szüzsében van, hanem az öregember viszonyában a természethez, amelynek hamarosan meg kell majd adnia a csontjait. Egy ember lépked természeti sorsával szemben, amely bele van írva a tájba, amely körülveszi. Ez volna tehát az első képem. Itt következik a második, ez híres kép, ezt mindenki ismeri, ez 1808-10-ben, 8 és 10 között keletkezett, Caspar David Friedrich képe, amelynek
hagyományos címe szerzetes a tengerparton, de itt is óvást kell bejelentenem, nevezetesen Friedrichtől egyetlen olyan dokumentum nem maradt, amely szerzetesként írná le ezt a képet, ugyanakkor már az első berlini hihetetlen sikeres bemutatkozásán a képnek elkezdtek szerzetesről beszélni, mert nyilván a lebernyeg okából, de ha már akkor sokkal inkább a sáfrány színű haja a kis figurának az, amelynek jelentősége vagy érdekessége lehet, hiszen ez jellegzetesen Caspar David Friedrich saját maga önarcképe lehet. És ugyanakkor itt jelenik meg először Friedrich életművében, a később olyan híressé vált háttaláló figura, a Rückenfigur, amelynek a jelentőségét abban kell látnunk, hogy miközben annyiban nem új invenció, hogy a modern festészet kezdetétől vannak nagyon jelentős háttaláló figurák a festészet történetében, így Roland Kanceller Madonnájának két kis törpéje, az nyilvánvalóan emlékezetünkbe idézhető. És ez a modern festészet kezdetén megtanított arra, hogy a képben ne a valóságot, hanem egy látásmódot lássunk, nevezetesen mutatják ezek a kis közlekedési rendőrök, hogy mit nézzünk, mire essen a tekintetünk. De a néző és a kép belső nézőjének azonosítása, amelynek a lehetősége itt tárul fel, az első Rückenfigur esetében nem érzelmi azonosulás révén következik be, mint minden későbbi esetben, hanem az identifikációnak és az identifikáció bukásának abban a bonyolult viszonyában, amelyről mindjárt idézek egy pontos leírást, talán a legpontosabbat, amely azóta is készült erről a képről. A néző, aki azt nézi, amit a képen belüli néző, nem lát semmit, pontosabban a semmit látja. Clemens Brentano írt erről a képről, sok mindenki mással, amikor bemutatták Berlinbe, és ez a néhány sorozat valóban igazán zseniális, úgy szól, hogy pompás dolog a tengerparton végtelen magányban borult ég alatt kitekinteni a határtalan vízi pusztaságra. Ide tartozik még, hogy az ember kiment odáig, hogy vissza is kell jönnie, hogy szeretne átkelni, de nem tud, hogy ott az élet minden feltétele hiányzik, de hangját a dagály zúgásából, a levegő süvöltéséből, a felhők vonulásából, a madarak magányos rikoltásából mégis kihallani. Ide tartozik a törekvés, amely a szívben ébred, és a törés, hogy így mondjam, amit a természet okoz az emberben. A kép előtt állva mindez mégsem lehetséges, és azt, amit a képen magán kellett volna látnom, erre először a kép, és önmagam közt bukkantam rá, vagyis a törekvésre, mely a képpel szemben a szívemben ébredt, és a törésre, amit a kép okozott bennem, és így magam voltam a kapucínus barát, a kép volt a dűne, de az, ami felé sóvárogva pillantanom kellett volna, a tenger, az nem volt sehol. Ez egy egész nagyszerű és egészen zseniális leírás, amely nagyon erősen és nagyon világosan vetíti előre a befogadónak, a recipiensnek a szerepét a műalkotás értelmezésében és a műalkotás befogadásában. Egyetlen egy dologgal mutatkozom, ez a sóvárgás, hogy ez a romantikus sóvárgást jelenteni. Nem, itt valami másról van szó, erről a bizonyos semmiről, a létről és a semmiről. Ez az ember, aki kimegy ide, ahol tökéletes magányban találkozik valamivel, ami valóban nem a tenger, hanem a semmi. Nem semmi, hanem mint hiány, mint fosztóképző, mint hiány. Nem így semmi, hanem a semmi. És ebben az értelemben azt mondhatjuk, hogy ez a nagyon korai kép a problémának, amelyet megjelenik, a metafizikai problémának, amelyet megjelenik, megelőlegezése, mielőtt a filozófia bármit szólt volna hozzá, hiszen Kierkegaard az első, aki majd a szorongás kérdésével és a szorongás problémájával foglalkozni fog. És végül egy harmadik képet szeretnék mutatni, amely egy kortársunk, az 1945-ben született Anselm Kiefer, az egyik legjelentősebb
modern festőnek egy korai képe, amelyet egyáltalán nem nevezhetünk ártatlannak, hiszen az a kis figura ott a tenger partján, egyébként Friedrich hatásától nem függetlenül, az a Hitler grúzzal a náci üdvözlésnek a karlendítését mutatja, és valóban 1969-ben, 70-ben Anselm Kiefer a pályakezdő munkáiban történelmi bűntudat, antifasiszta konszenzus és evidens humanista megfontolások Kiefert nem gátolták abban, hogy így végigjárva a Nyugat-Európát mindenütt a nemzeti szocialista karlendést is és köszöntéssel fényképeztesse le magát, és akciójának a megszállások nevet adja. Volt ebben negyed évszázaddal a világtörténelmi bukás után valami idétlen, egyszerre szánalmas és provokatív kompenzáció, továbbá egy önmagát analizáló kérdés, hogy fasiszta-e, vagy tudna-e fasiszta lenni. A fotóakciót festmények követték ugyanezzel a témával. Ha Anselm Kiefer meghal ezek után néhány évvel, vagy valamilyen okból abba hagyja a művészetet, akkor egy lábjegyzet se lenne, vagy csak egy kellemetlen és mindenkit zavarba hozó, vagy mindenkit idegesítő lábjegyzet lenne ezekből a korai műveiből. De mégis ez a kép, amely ebből a sorozatból, amelynek a címe maga is provokatív, heroikus szimbólum, ez a heroikus szimbólum hármas számú kép, a legértékesebb, esztétika a legértékesebb a sorozatból, mégiscsak megmutat nekünk valamit, ami fontos a táj megértéséhez, ez pedig az, hogy ebben a tökéletes magányban, ahol egyedül van a tájban, milyen üressé, milyen jelentéktelenné válik. Önmaga kritikáját hordozza ez a vészterhes gesztus, ez a vészterhes mozdulat, és ezt csak egészen utalásszerűen akarok mutatni néhány képet, hogy itt ugye még egy érintetlen természetben jelenik meg ez a történelmi gesztus, és ha a későbbi munkásságát nézzük, Anselm Kiefernek itt például 3 évvel ezelőtti párizsi nagy retrospektív kiállításának a katalógusa látható egy műben, vagy ezt a képet nézzük, vagy ezt a képet nézzük, akkor azt látjuk, hogy Kiefer tulajdonképpen bizonyos értelemben visszatért a történelmi és tájfestészetnek a tradíciójához, csak antitörténelmi és antitájfestészetet hozott létre, amennyiben ezt a felszántottnak tűnő, de valójában a történelem ekéjével, vagy történelem eszközeivel, tankjaival felszántott világot mutatja meg ezt a természet véressé változását. A természet, ahol a történelem és a természet, amely egymással ellentétes két fogalom, a történelem és a természet összekeveredik, és a történelem bevérzi a természetet. Most a hátralövő negyed órában arról szeretnék beszélni, hogy mi is tulajdonképpen az a kettősség, amelyet, amikor kultúráról és tájról, vagy kultúráról és természetről beszélünk, megjelenik. Noha világos, hogy a táj is kulturálisan meghatározott. Mindig újabb és újabb tájak válnak számunkra jelentőssé, és ezeknek kulturális meghatározottsága van. De mégis mindig újra a kultúra ellenfogalmaként jelenik meg a táj. Az, aki ennek a hátterét először fel tudta tárni és megjeleníteni egy tulajdonképpen nem nagyon mély filozófiában, de e tekintetben nagyon erősen, az Edmund Burke volt, aki megkülönböztette a szépet és a fenségest, egymás ellentétévé tette, teljes ellentétben az addigi tradícióval, amelyben a fenséges a szép legfelsőbb foka, vagy valami hasonló. A szép mondja az önfenntartás, a szép mondja a fajfenntartáshoz, a fenséges az önfenntartáshoz tartozik, a szép gyönyört okoz, a szép a társadalom,
irodalomban, a társaságban, a társasvilágban bontakozik ki. A fenséges viszont magányos, a fenséges az, ami rémületet, rettenetet hoz, amelyben ki vagyunk szolgáltatva a természet erőinek, és saját végünket és saját életveszedelmünket, a saját halálos fenyegetettségünket is belátjuk, és ez mindig erősebb, mondja Burke, mint az előző, a fenséges mindig erősebb, mint a szép. Nos, ez nem véletlen, hogy az egész 18. század tájfelfogásában a fenséges válik a táj alapkategóriájává. Most, ha Burke-től ugrunk Kanthoz, akire Burke egyébként, mint tudjuk, erősen hatott, akkor nyilvánvaló, hogy először kellő kalaplengetéssel meg kell említeni a gyakorlati ész kritikája utolsó részének kezdő mondatait, híres mondatok, mindenki ismeri. Két dolog tölti el elmémet, mindig új, és egyre fokozódó csodálattal és hódolattal. Minél gyakrabban és hosszabban gondolkodom el róluk, a csillagos ég fölöttem és az erkölcsi törvény bennem. Megint, ugye itt két dolog van, a csillagos ég fölöttem, a táj, ugye, emlékezünk Anaxagoraszra, aki szerint egyedül ezért érdemes élni, hogy a csillagos eget tanulmányozzuk. És a másik oldalon a morális törvény bennem. A világok megszámlálhatatlan tömegének első látványa, ugye a csillagok, megsemmisíti, mint egy fontosság, amit mint állati teremtményét, melynek az anyagot, amelyből lett, vissza kell adnia a bolygónak, a világ mindenség egyetlen pontjának, miután egy rövid időre nem tudni, hogyan életerővel volt felruházva. Kant azelőtt, a kérdés előtt állt, hogy a csillagos eget és a morális törvényt hogyan lehetne egyesíteni. És tulajdonképpen a ítélerő kritikája erre tett kísérlet. De mégis döbbenten állunk az ítélerő kritikájának következő részlete előtt, ahol azt mondja, már most jól lehet a természetfogalom területe, mint az érzéki, és a szabadságfogalom területe, mint az érzékén túli, között beláthatatlan szakadék van, lehetetlenné téve az előbbitől az utóbbihoz való, vagyis az ész elméleti használata révén történő átjárást, mintha két különböző világ lenne, melyek közül az első nem bírhat befolyással a másodikra, ezért az utóbbinak mégis befolyással kell lennie az előbbire, a célnak, amelyet a szabadságfogalmon alapuló törvények kijelölnek, az érzéki világban kell megvalósulnia. Nem tudom, észlelhető ebben a részletben egy bizonyos értelmű filozófiai kétségbeesés. Mert azt mondja, hogy lehetetlen, beláthatatlan szakadék van a két világ között, a természetfogalom területe, mint az érzéki, és a szabadságfogalom területe, mint az érzékén túli között, de mégis az utóbbinak, hiszen itt megfordul a sorrend, ellentétben Burke-kel, itt a hierarchia csúcsára a szabadság, a morális törvény, az erkölcsi törvény kerül, mégis befolyással kell lennie az előbbire, a célnak, melyet a szabadságfogalmon alapuló törvények kijelölnek, az érzéki világban kell megvalósulnia. Ennek végtelenek a filozófiai komplikációi, ahogy Márkus György kimutatta, ez Kant esetében két egymástól különböző metafizikához vezetett, és ugyanakkor a metafizika kritika kezdete is Kant nevéhez fűződik, amely hát azóta is folyik a világban. Én mégis azt gondolom, hogy ellentétben a Ritter-féle gondolattal, amely egy esztétikai kompenzációra építi fel a táj értelmezését, én valamilyen metafizikai, nem kompenzációra, hanem metafizikai szemléletváltásra, amelyből nem tudunk visszajutni. Tehát amikor vasárnap kirándulunk, akkor az önálló dolog, és nem tudunk onnan következtetéseket levonni mindennapi tevésünkre és vevésünkre, ugye ez egyébként felfogható az ökológia filozófia kritikájának is, de az kétségtelen, hogy ott valami szemléletváltás történik, valami más dimenzióba kerülünk, amelynek két
jellegzetes formája van, a tájérzékelésnek két jellegzetes formája van, az extatikus öröm és az extatikus rettegés. Minden esetben extázisról, tehát valamilyen értelemben kilépésről van szó, megint csak a kiigekötő jelenik itt meg, és hadd mondjak példát az elsőre. Nyitott a táj, zavartan is sima, a szél sikált a torlaszos tetőkre, a tengerkőre, háztetőre látni, az alkonyati rengeteg ragyog, kimondhatatlan jól van, ami van, minden tetőről látni a napot. Pilinszky, aranyköri töredék. Ugye? Ez volna tehát az első, ez volna az extatikus öröm, belenyugvás a természet törvényeibe, belenyugvás, hogy meg kell adni a csontjainkat, belenyugvás abba, hogy meg kell halnunk, és az ember élet rövidre szabott. És a másik ennek az ellentéte, az extatikus rettegés, amelyet egy másik, és nem kevésbé híres, vagy talán jóval híresebb misztikustól veszem az idézetet, amely úgy szól, látom a világmindenség rettentő térségeit, amelyek körülzárnak, és én a roppant kiterjedés egy kis zugához vagyok láncolva, anélkül, hogy tudnám, miért helyeztettem inkább ide, mint máshova, és az élnem adatott kevéske idő miért éppen az előttem is volt, és utánam tovább folytatódó örökké valóságnak erre a pillanatára lett kijelölve. Egyebet sem látok, csak végtelenségeket, amelyek úgy zárnak magukba, mint valami atomot, mint egy soha vissza nem törő pillanatig tartó árnyékot. Csak annyit tudok, hogy nem sokára meg kell halnom, de éppen az elkerülhetetlen halál az, amit a legkevésbé ismerek. És egy kicsit más helyéről ugyanennek, e végtelen térségek örök hallgatása rettegéssel tölt el, Pascal. Itt fejezem be, itt vonom le a konzekvenciát, hogy a táj erre emlékeztet bennünket. A mindennapi aktivitásban, az ambícióinkban, a tevésvevésben a táj az, ami figyelmeztet erre a metafizikai dilemmára, az egzisztenciánknak a korlátozottságára, amelyet el is lehet fogadni, vagy nem lehet elfogadni, és mind a kettőre van válasz a tájérzékelésben, a tájélményben. Köszönöm szépen!